Mi a Ferencvárosi Komplex Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertan Intézmény vagyunk. Csak tanulásban akadályozott gyerekeket, illetve értelmileg akadályozott gyerekeket oktatunk, nevelünk. 4 évvel ezelőtt találtunk egymással Morgan Stanleyvel. Igazán értékteremtő munkát kapunk a dolgozóktól, mert hát most így szám szerint az elmúlt 4 évben rengeteg tantermünket festették ki, különböző meséből jeleneteket, színes képeket, szenzációs, gyönyörű. Keresd meg a 9-et, és parkolj benne lenni. Maga a terem elsőre, tehát elsőre fehérre ugye a falakat, és utána jött ez a gyönyörű szép léghajós. A gyermekfalvak olyan gyerekek élnek, akik valamilyen szomorú oknál fogva, jellemzően súlyos elhanyagolás és súlyos bántalmazás okán gyermekvédelmi gondoskodásba kerülnek, és a gyerekfalvakban hivatásos nevelőszülők élnek, családi házakban. 2009-ben találtuk meg egymást a Morgan Stanley vállalattal, 20-30 fő munkatársuk lejött a kecskeméti gyermekfaluba, és egy egész napos, vidám, játékokkal, teli kézműves foglalkozásokkal, íjászattal és kardvívással vidámabbá tett napot rendezett a gyerekeknek. Morgan Stanley a világ egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltató cége. Budapesten 5 éve vagyunk jelen, világszerte közel 50 ezer dolgozót foglalkoztat, Magyarországon 800 fős az irodánk. A cég egyik alapértéke és kimondott célja, hogy visszaadjunk azoknak a közösségeknek, amelyek befogadták a céget világszerte. Az önkéntességi hónap egy globális kezdeményezés, amely céges szinten már több mint 20 éve fut. Itt Budapesten 5. alkalommal rendeztük meg idén. Az idén több mint 500-an vettek részt a programba, és több mint 2200 órát raktunk bele. Az egyik legszebb történet az volt, amikor az SOS gyermekfaluból érkeztek ide gyerekek, és nekik meséltünk a cégről, a cég céljairól, és hogy milyen jellegű munkákat csinálunk. Nagyon szívmelengető volt az, amikor a nap végén az egyik kisgyerek megjegyezte, hogy most én azért fogok jobban és keményebben tanulni, hogy egy ilyen cégnél dolgozhassak. Az önkéntességi hónap egyik fő üzenete az, hogy nem csak pénzbeli segítséget nyújtunk ezeknek a szervezeteknek és a rászorulóknak, hanem abból adunk, ami nekünk igazán fontos, a saját időnkből. Egyetlen óra is nagy változást hozhat.